Kaszek Kolozsvár tövében, az egykori Erdély nyugati szögletében, a havasok alatt egy parányi hegyes volt, völgyes foltja a világnak, melyen 2-3 tucat kicsi faluban egy maréknyi ember éli a maga nem könnyű életét 1000 éve talán már. Ez a nép a Varjú nemzetség népe. Iskolás korom óta ösmertem, és már akkor megszerettem ezt a kicsi világot, ezeket az ősi szép falukat, ezt a páratlan gyönyörű népet. És ahogy nőttem és értem, úgy erősödött és szilárdult bennem ez a szeretetem azzá az elszakíthatatlan kötelékké, melyet már csak a halál pusztíthat el. Tanúsága szerint az igaz embernek, de mindenek fölött az igazi művésznek, legyen az építész, író, képző vagy zeneművész, mindenütt a világon, minden időben és minden körülmények között a sors által rendeltetett kötelessége volt, van és lesz, hogy a maga népének és szülőhazájának sorsát vállalja, és élete munkájával szülőhazáját és annak népét megbecsült hagyományait szellemében hűségesen szolgálja. Csak annak van értéke a világon is, amit az ember a saját talajából növeszt ki, a saját népinek a lelkiből ad valamit a világnak. Népnek, amelyikből az ember származik, amelyik őtet eltartja a végén, amelyiknek életet ad és amelyik neki lehetőséget ad, hogy csinálhasson valamit, annak mi tartozunk, és ha más csinálunk, akkor rosszat csinálunk. Ezzel szeretnék meghalni, ezzel a jó tudattal, hogy a mi fiatalságunk jó úton van. Megtartja magát annak, aminek őtet a sors rendelte.
régi világban éltem, egy régi világot láttam, ami tökéletesen, teljesen felfordul, és látom a gyerekeimről, látom az unokáimról, hogy ez egy másik világ, és én már csak egy emlék.